Szoboszlai Dominika magyar labdarúgás és Európa egyik legígéretesebb tehetsége. Ezt az is mutatja, hogy a 2020-as Golden Boy szavazáson, amit egyébként a legjobb 21 éven aluli labdarúgó nyerhet el, a 8. helyezést érte el. Habár Dominikről szól most minden hír a magyar sportéletben, és valószínűleg már elég sok mindent tudtok róla, ebben a videóban mégis megpróbáltunk összeszedni pár érdekességet, amikről még lehet nem hallottatok Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban. ...2018 tavaszán a Salzburg első csapatának akkori edzője, Marco Rose óvatosan kezelte a magyar gyémántját, és tesztelte is lelki erejét. A tavaszi szezon során többször belengedte hétközben, hogy Szoboszlai végre bemutatkozhat a Salzburg első csapatában. Aztán hétvégén küldte is le a Lieferinghez. Az elején, amikor felkerültem a Lieferingből, azt gondoltam, rendben, ha továbbra is úgy dolgozom, mint eddig, akkor ugyanúgy megkapom majd a lehetőséget Salzburgban. Csak ez nem így működött. Marco Rose folyamatosan azzal szembesítette Dominikot, hogy mit kéne máshogy csinálnia, és legyen szorgalmasabb. Ezek a visszajelzések is a kevés játék lehetőség Dominikot arra kényszerítette, hogy keressen másik klubot magának. Ez így is történt, ám éppen úton egy tárgyalásra, Szoboszlai átgondolta a történteket, a menedzseréhez fordult és így fogalmazott. Figyelj, Matyi, meggondoltam magam, mégse akarok eligazolni. Menjünk vissza Salzburgba, beleállok én ebbe a történetbe. Visszarepültünk, bekopogtam az edző ajtaján, és azt mondtam. Mester, nem vagyok hajlandó én ezt feladni. Addig csinálom, amíg be nem tesz a csapatba. Az edző azt mondta Dominiknak, hogy többet kell dolgoznia. És a felnőtt csapatnál már nem fér bele, hogy utolsók között érkezik az edzésekre, és az első között távozik. Ezek a szavak olyan mély nyomot hagytak Dominikban, hogy ennek hatására a következőket tetováltatta magára. A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér. Ez a Steven Gerrardtól való idézet áll a karján. Dominik megfogadta edzője tanácsát és megharcolt a helyéért. Szoboszlai Dominik mezszáma a Lipcsében a 17-es lett. Ez azért érdekes, mert idáig a 14-es mezben szerepelt Salzburgban. A váltás oka nem más, mint Erling Haaland, a Dortmund sztárja. Dominik és Erling a Salzburgban remek barátságot ápoltak, mikor a norvég Dortmundba igazolt, a 17-es mezszámot választotta. Haaland az első percektől kezdve ontotta a gólokat a német bajnokságban. Így Szoboszlai egyfajta kabalaként tekintett erre a számra, hát ha neki is szerencsét fog hozni majd a Bundesligában. A 17-es messzámot választottad, ez hogyan alakult? Ugye itt 14-esben játszol, ott az láttam, hogy már foglalt volt. Volt, azt hiszem, 3 darab szám, 15, 17, meg nem vagyok benne biztos, de lehet a 2. És úgy voltam vele, hogy egyik szám se tetszett, de mivel amikor a egyik jó barátom innen eligazolt, akkor a 17-es mezt választotta az új csapatában, és ezért úgy gondoltam, hogy én is a 17-es választom. Elmondott, ki volt ő? A Haaland. Dominiknak időbe telt, mire felvette a ritmus Salzburgban. A 2018-19-es idényben viszont már jött minden, aminek jönnie kell. Gólt szerzett az osztrák kupában, március 14-én a Napoli ellen debütált az Európa Ligában. Mindezt remek játékkal és egy zseniális gólpasszal koronázta meg. Végül az első bajnoki meccsén kezdőként megszerezte az első gólját is. Ezek után nem véletlenül hívta be Marco Rossi a magyar válogatott elbéselejtezős keretébe. A szlovákok elleni 2-0-ás vereség alkalmával csereként lépett pályára először a magyar válogatottban. Aztán ezután nem sokkal jött is a bőr Marek Hamsiknak. Az viszont sokáig Rossi és a közvélemény sem tudhatta, hogy az egyik szlovák játékos úgy esett rá mérkőzésen Dominik Achillesére, hogy a meccs után 3 öltéssel varni kellett. Szoboszlai másnap reggel fájdalmak közepette tudott csak mozogni. Ám ő nem szólt senkinek a csapatból, édesapja tanácsára a reggeli előtt jó 10 percet sétálgatott a szobájában, hogy a seb kevésbé húzódjon, mivel nem akarta, hogy a csapatorvos sántítani lássa, és így ne engedje játszani a következő mérkőzésen.
A trükk be is jött, mivel a csapatorvos nem látta akadályát annak, hogy pályára léphessen. Ezt követően pedig elképesztő teljesítménnyel rukkolt elő, amivel ő is kivette a részét a horvátok elleni 2-1-es itthoni bravúrból. A mérkőzés előtt mindig 3-4 liter vizet iszom, így megelőzöm az izomgörcsök jelentkezését. Aztán hallgatom, mit mond az edző, mit kell tennem. Koncentrálok az előttem álló pillanatokra. Erling Haalanddal ugyanazt csináljuk. Minden meccs előtt meditálunk, a Genk elleni BL meccs előtt például együtt. Végül ő 3, én pedig 1 gólt szereztem. Szóval ezután is meditálnunk kell minden meccs előtt. A kulcs, hogy ne gondolj közben semmire. Emellett Dominik egy mérkőzésen mindig arra törekszik, hogy az első 10 percben annyiszor érjen a labdába, amennyiszer csak tud, és ne hibázzon. Ezért sokszor egyszerű passzokat választja ebben a periódusban. Ezzel a technikával megszerzi a kellő magabiztosságot a mérkőzés hátra levő részére, és segít neki belerázódni a mérkőzésbe. Ha jól sikerül neki ez a kritikus időszak, akkor utána következhet az ellenfél védelmének áttörése, lövések, hosszú passzok. A 2020-as évben több halasztás után megadatott hazánknak a lehetőség, hogy kvalifikáljuk magunkat a következő EB-re. Dominik már a Bulgária elleni pótselejtezőre haza akart jönni, részese lenni a válogatott sikerének. Azonban a vírus közbeszólt. A Salzburg BL selejtezője után 3-an is pozitív tesztet produkáltak a csapattársai közül. Abban bízott, hogy a válogatottnak majd a következő pótselejtező mérkőzésen tud segíteni. Viszont sajnos az Izland elleni mérkőzésre sem volt sima a hazaút. Rapid ellen játszottunk, idegenbe, ülünk az öltözőbe. Én a sportigazgató. De közben kérdeztem a dokikat, hogy mindenki negatív, és akkor nem válaszolt, hanem ment tovább, terelte a témát, és tudtam, hogy gáz van. És a sportigazgató bejött, és mondta, hogy üljön le mindenki, és akkor, hogy... De csak azokat tesztelték akkor, akik mentek volna a válogatottba, szóval 8 ember, 9 embert, 10-et, valahogy így. És abból 6 pozitív lett. És elmondták, hogy kik, és akkor én mondtam, hogy akkor azok maradnak itthon, a többi meg megy a válogatottba. És tudták, hogy nem mindenkinek haza kell mennie. És akkor mondtam, hogy biztos, hogy nem megyek vissza. Mondom, oké, én mint szülő akkor arra biztatlak, hogy ülj be az autóba, kapcsold ki a telefon, gyere át a határon, és onnantól kezdve vége. Átjött a határon, majd visszakapcsolt holnap este a telefont, amikor a meccsnek vége van, és lejátszottad a meccset. Nagy nehezen megfűztek minket, hogy menjünk vissza, de nagy nehezen. És mondtuk, hogy akkor megyünk vissza, hogyha holnap reggel, amilyen korán lehet, akkor tesztet csinálnám. Jó, okés. De azt azért hozzá kell tenni, hogy a 3 csapattársa az már Afrika fele tartott. Jó is volt, hogy meghúzták ezt a lépést, mert nem a Dominik lett volna az első. Megcsinálták reggel 8-kor a tesztet. Úgy volt, hogy este 8-ra meg lesz az eredmény. És akkor este 8-kor ülök, egész nap vártam, azt hiszem, hogy fölrobbanok, és este 8-kor várom a telefon, nézem, semmi. Írok a sportigazgatónak, a dokinak, mindenki ír, hogy még nincs eredmény. 10 perc van, megint írok, 10 perc van, felhívom, hogy mi van, mert engem érdekel. És kikapcsoltam a sorozatot, mindent, ülök az ágyon így, és várom, hogy hívjon, és beírták a csoportba, hogy mindenki negatív. Este 11-kor, és akkor csak föltem a cuccaimat, telefon töltő. És jöttem haza. És akkor mondta ugye, hogy nyugi apa, ha már egyszer hazajöttem, akkor kirúgom az EB-re a csapatot. Az Izland elleni gólját senkinek sem kell bemutatni. Viszont arról kevesen tudnak, hogy Marco Rossi állítólag már korábban le akarta őt cserélni, mert Izland ellen játszott a legrosszabbul. Ugyanakkor a szövetségi kapitány tudta, hogy Dominik bármikor képes eldönteni egy meccset, akár egy mozdulattal, és ez így is lett. Az ő mindent eldöntő góljával Magyarország kijutott a 2021-es Európa-bajnokságra. Izland elleni meccs után jót viccelődtük. Azt mondta: köszönöm, Mister, hogy meghívott a válogatottba, de önnek meg azt kell megköszönnie, hogy kijutottam az EB-re. Majd így válaszoltam neki.
Szerencsés vagy, és én is az vagyok ma, mert sokszor gondolkodtam azon, hogy lecserélek. Az utolsó gólt te szerezted, de a meccsen nem játszottál jól, és aztán jót nevettünk. Ilyen a kapcsolatunk, de mindenkivel ilyen jó a viszony. Ennyi lett volna ez a videó. Reméljük, hogy tudtunk pár új dolgot mondani nektek Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban. Szerintetek melyik csapat lehet a karrierje csúcsa? Hány gólt és hány gólpasszt tippelnétek neki a Bundesligában? A válaszotokat írjátok le kommentben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!